Felajánlotta lemondását a szlovák miniszterelnök vasárnap. Igor Matovics távozását ugyanakkor feltételekhez kötötte. Elsősorban azt várja, hogy az elmozdítását leghangosabban követelők, így a két kisebb koalíciós partner által jelölt gazdasági és igazságügyi miniszter is mondjon le. Ugyancsak ragaszkodik a parlament alelnökének, illetve egészségügyi bizottsági elnökének távozásához. Ha a koalíciós partnereink eleget tesznek nyilvános kötelezettségvállalásaiknak, akkor én is hajlandó vagyok távozni a kormány éléről és kormánytakként dolgozni tovább, mondta Matovics. A miniszterelnök azt is feltételül szabta, hogy lemondása után a pártok választási eredményeik arányában osszák újra a miniszteri posztokat, amivel épp két kisebb koalíciós partnerét hozná nehéz helyzetbe. A hetek óta tartó szlovák kormányválság elsődleges oka a pártok eltérő hozzáállása a járványkezeléshez. A helyzet akkor vált kritikussá, amikor a kormányfő a vele szövetségben kormányzó pártok tiltakozása ellenére rendelt az orosz Sputnik V vakcinából.